Pálinkás Józsefet, atomfizikust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét szeretném köszönteni a Publikon Podcast adásában. Jó kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és szerintem az első kérdésemmel indíthatnánk, hogy egy ilyen tudományos élet után ugye megalapítottad az új világ néppártot, aminek elnöke is vagy, és hogyan jött ez a váltás, hogyan jött ez az új irány? Ez úgy jött, hogy 2018-ig Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatalt vezettem, akkor ott fölmentettek ebből a állásomból. Én foglalkoztam politikával korábban is, hiszen 98 és 2002 között előbb államtitkárként, majd miniszterként dolgoztam a Orbán kormányban, 2006 és 2008 között pedig parlamenti képviselő is voltam. Ezektől az időktől kezdve, egészen pontosan 1998-tól én részt vettem a politikában, részt vettem a közéletben, és azt láttam, hogy 2018-ban olyan változások ö, következtek be 2010-től 2018-ig is, de 2018 volt az, ami benne már billentette azt, hogy a, azt gondolom, hogy az én generáciumnak ö, meg kell szólalnia a politikában, mert. Ö, én úgy gondolom, hogy szükség van egy olyan józan tapasztalt emberek hangjára, akik a politika jelenlegi már-már egymás torkának ugró stílusát azt visszahoznák a racionális politikai beszédbe, ami nem arról szól, hogy másikról mi rosszat tudunk elmondani, hanem arról, hogy hogyan tudunk egy jobb politikát, akár gazdaságpolitikát, oktatáspolitikát, ha most szakpolitikáról beszélünk, hogy egyáltalán jobb közéletet teremteni. És a víziót azt akár néhány mondatban hogyan lehetne összefoglalni? A vízió az um, annyi, hogy Magyarországon um, meg kell erősíteni a, és ki kell szélesíteni azt a középosztályt, amely letéteményesen mind a személyi, mind az intézményi autonómiának, hiszen egy Ország akkor tud jól működni, hogyha az intézményei autonómok. És az intézményi autonómiához természetesen az is hozzátartozik, hogy az intézmények vezetői, főkép, dolgozói is kellően autonómak legyenek ahhoz, hogy a döntések azok szigorúan szakmai alapon történjenek. Én a tudományos életből jövök, én ahhoz szoktam hozzá, hogy dolgokat Megvitatjuk, kiszámoljuk, esetleg elvégzünk egy kísérletet, és megnézzük, hogy a dolog úgy van vagy nem úgy van, nem pedig légből kapottan egymás fejéhez vágunk dolgokat, és akinek erősebb a hangja, vagy többször mondja el, annak tűnik, hogy igaza és mennyire furcsa így mérnöki gondolkodás után átmenni igazából a politikába, és megpróbálni meggyőzni az embereket? Hát furcsa, és nem is mindig sikerül, mert az emberek arra várnak, hogy nagyon egyszerű mondatokat és nagyon egyszerű állításokat fogalmazzunk meg nekik. Nézd, a világ igazából egy nagyon sok tekintetben duális. Ezt könnyen föl tudjuk fogni, föl tudjuk fogni a pozitív, negatívot, a hideget, a meleget, a fehéret, a feketét. Ha azt mondjuk, hogy valami a színes, sokszínű, akkor már nagyobb bajban vagyunk, akkor már magyarázkodni kell. A politika leegyszerűsített világa, az, az sokszor nehézséget okoz nekem, még a beszédben is, mert amikor elmondok valamit, akkor rájövök, hogy Egészen pontosan az nem így van, hanem még ezen és ezen, és ezen a ponton még finomítani kellene rajta. Ezt pedig a politikai közbeszéd nem bírja el. Az az bírja el, hogy akkor valamire mondjuk azt, hogy jó vagy rossz. És sajnos ez a esetek többségében nem igaz, mert van benne jó, de valami nem jó benne, és van, amikor rossz, de mégis van benne valami, ami, amit meg érdemes megtartani. Megnéztem több interjút, és például a komment szekciót szoktad nézni? Utána az interjút. Szoktam, persze, persze, hát belenézek a komment szekcióba. Ahhoz külön öm, öm, edzés kell, hogy az ember a komment szekciót megnézze, mert ott öm, vannak öm, ilyen kamu profilok mögé bújt rendkívül bátor emberek, akik nem is sokszor túl is lépnek a obszenitás határán is. Na, szoktam nézni, persze. Ér érdekes. Igen, mert én nekem is az merült fel bennem, amikor olvastam a komment szekciót, hogy a legtöbb ember számára ez pontos megfogalmazás, és ugye ők azt várnák, hogy igen, nem, amit az előbb mondtál, és mielőtt nem kapják meg ezt a választ, ezért azt hiszik, hogy ez még egy kibúvó válasz lenne, pedig csak megpróbálsz gondolom pontosan fogalmazni. Biztos volt már olyan életemben, hogy próbáltam volna elkerülni a választ. Általában igyekszem egyenes választ adni, és hogyha lehet, akkor igen, nem válaszolni. Számotokra igazából minden választó megszólítása a cél, vagy inkább csak egy ilyen szűkebb közösség? Mert felmerül bennük, hogy aki mondjuk laposföld hívő, gondolom, azzal nem igazán értesz egyet, és ezeket az embereket is meg szeretnétek győzni, vagy csak inkább egy szűkebb szegmest? Nehéz kérdés. Ugye a politikának igazából mindenkihez kell szólnia. Ha valaki van egy ilyen bélyeg, én büszkén viselek, hogy a tudományból jön, annak Nehéz szót érteni azokkal, akik jönnek és mondják, hogy a lapos a Föld, vagy a járványt azt csak kitalálták. Összességében azokkal az emberekkel, akik nagyon-nagyon távol állnak a tudományos élettől, azokkal nehéz beszélni, de azt gondolom, hogy nem. Ezek a fő kérdések, hogy ő a lapos földben hisz vagy nem, akkor az ember igyekszik elkerülni ezt a témát. Igen, mi is ezzel találkozunk, hogy a tudományos gondolkodást szeretnénk ugye népszerűsíteni egy fenntartható és filantróp érdekében, ami szerintünk fontos. Viszont ez, ez a kommunikáció néha nagyon nehezen tud átmenni egy ilyen, ilyen eléggé populista ilyen világba. És ezért is lenne mondjuk az a kérdés, hogy ti ezt, ezt a gátat hogyan próbáljátok meg áttörni, vagy mi a taktikátok arra, hogy ez ugye egyre több emberhez el tudjon jutni csak azért, mert most mi szándékosan csináltunk podcastet marketingről, neuromarketingről, meggyőzés technikáról, tehát különböző, hogy effektíve az üzenetet hogyan lehet eljutatni az emberekre, emberekhez, és hogy ilyen, ilyen módszereket használtuk, vagy terveztek el használni? Ilyen módszereket használni meglehetősen jelentős anyagi források kellenek, mert létezik ugyan a közösségi média, de a közösségi média is egyre telítettebb, tehát az üzenetek nem nagyon mennek át, ugye akik használjuk a közösségi médiát, azt látjuk, hogy naponta elolvasunk 10 üzenetet, némelyiket félig meddig, hát ott is nehéz üzeneteket átvinni. Az pedig, hogy a médiában megjelenjenek igazán markánsan az üzenetek, az a mai körülmények között üzenethordozók kellenek, és ez ez sajátos módon átalakult. A véleményvezérek, vagy a influencereknek is szokták mondani őket. Nekik sok követőjük van, és ha ők mondanak valamit, az eljut az emberekhez, és ebben a hangzavarban azért nagyon sok, valódi információ pedig elvész. Akkor ez maximum később várható egy ilyen fajta működés tőletek. Most inkább a példával próbáltak előgyelni. E, például és a, és a, közösségi médiában megjelenő e, mondjuk azt, hogy zeneteinkkel. E, Van ilyen egy téma is, amiről még nem hallottam a, a véleményedet, és nagyon érdekelne. Az egyik példa, hogy a magáncsődről mit gondolsz, mert Magyarországon ugye jelenleg nincsen. Azt gondolom, hogy a magáncsőd intézménye az helyes dolog. A bevezetése az nyilván egy hosszabb idő, mert minden ilyen intézmény, minden ilyen dolog, ami nincs benne a társadalom idegrendszerében, azt, amikor bevezetik, akkor, akkor azonnal azok ugranak rá, vagy azok közül nagyon sokan ráugranak, akik vissza akarnak élni vele a magáncsőd idézmény, a magáncsőd a bevezetése, azt gondolom, hogy hosszú távon egy, egy helyes dolog, az, hogy ez pontosan milyen lépésekkel lehet és kell bevezetni, azt, azt végig kellene gondolni azoknak, akik magáncsődnek mind a gazdasági, mind a szociológiai vonatkozásait megvizsgálják, hogy a hogyan fognak ehhez az emberek alkalmazkodni. Szerinted mit szükséges állami eszközökkel támogatni, mondjuk akár kultúrában, fociban? Mik azok a területek, ahol az államnak ez ugye fontos, és mi az, amit ugye a magánszférára kell hagyni? Én alapvetően annak a hívő vagyok, hogy az állam kevés dologba avatkozzon be. A gazdaságban, főképp a nagy cégek támogatását, azt én nem tartom állami feladatnak a piac oldja ezt meg. Azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátás mindenképpen az állam kiemelt feladata, egy alap egészségügyi ellátás. Ugye ma a technológia sokkal több ellátást tesz lehetővé, mint amennyit a gazdasági teljesítmény alapján minden ember számára biztosítani tudunk. Ezért azt világosan meg kell határozni, hogy mik azok a egészségügyi alapszolgáltatások, amelyeket az állam finanszíroz. Az államnak ingyenessé kell tennie a közoktatást teljes mértékben, és teljes mértékben is azonos normatíva szerint kell szabályoznia. Megint csak lehetnek, és én ennek más iskola fenntartók is. Én ellene voltam 2010-ben annak, hogy a teljes közoktatást azt állami kézbe vették kivéve az egyházi oktatási intézményeket. Tehát az jó, hogyha többféle fenntartó van. Természetesen a fenntartóknak bizonyos követelményeket teljesíteni kell. Ezen belül azonban az államnak a egységesen kell és normatív alapon biztosítani a finanszírozást a közoktatáshoz. És lehet, lehet szerinted ilyen K F pályázatokat az államnak úgy hírni, hogy az a végén igazságos legyen? Az nem lesz önmagában mindig egy piacbefolyásoló tényező? Az mindig piacbefolyásoló tényező lesz. Kérdés, hogy a piacot jó irányba befolyásolja, vagy rossz irányba befolyásolja. Hogyha a piacot jó irányba befolyásolja, akkor ez működhet. Én egy ilyen pályázati rendszer működtetőjeként. Például az, ha az állam ösztönzi a valódi exporttevékenységet, azt én egy legitim célnak tartom, hiszen az növeli az ország versenyképességét azt, hogyha ez nem ellenőrizhető kritériumok alapján történik, azt, azt fölöslegesnek tartom, az pénzkidobás. Tehát Sokkal kevesebb pályázatra lenne szükség, és sokkal célzottabban a gazdaságban azokra a területekre, amelyeken az ország európai versenyképessége és a világban való versenyképessége növekszik. Tehát olyan terméket tudnak előállítani, ami exportképesebb. Ezt például egy jó célnak tartom. Azt, ami csak arra irányul, hogy. Tehát több forrás jusson a, pályázat, a, a cégekhez, annak, annak sem értelme nincs, mert a bírálat és szempontok sem jelennek meg elég markánsan. Ilyen kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos pályázatoknál bonyolultabb egy kicsit, Én mindig annak a jó volt, hogy a vállalatok konkrét fejlesztésekre kapjanak pénzt. A vállalatoknál folyó kutatások, az egy nagyon szürke zóna. Két aguból is. Egyrészt, hogyha a vállalatnál kutatásnak számolnak el valamit, ami nem az, akkor hát az nem sok mindenre mentünk. Ha pedig az történik, hogy a vállalatok a egyetemekkel, kutatóintézetekkel, mondjuk ki a ja, szót nyugodtan összejátszva, ilyen módon történik kutatásfinanszírozása, Kutatói intézetekben vagy egyetemeken azért tartom rossznak, mert azt, azt direkt ö, állami ö, versenyben kellene finanszírozni. Nem úgy, hogy ha tudsz szerezni egy olyan céget, aki a önrésznek egy részét állja, akkor a jelentős összeggel finanszíroznak olyan kutatásokat, aminek a az, hogy haszna vagy célszerűsége az megkérdőjelezhető. És például ezt a sok ezer milliárdot, amit ugye vállalatok támogatására fordítunk, ha arra fordítanánk, hogy még az adójuk csökkenjen, azt szerinted inkább ösztöközni őket növekedésre, vagy ettől függetlenül mindig fontos bizonyos területek célzott támogatása? Bizonyos területek célzott támogatása fontos, de ha a vállalatoknak kevesebb, kisebb az adóterhe, az uh, valószínűleg uh, inkább a versenyképesség irányába uh, mozdítja el őket. Ha uh, a között kell választani, hogy uh, beszedjünk-e sok adót, és aztán ezt is visszajuttassuk a vállalatoknak, vagy, azok, uh, vagy pedig szedjünk kevesebb adót, és a vállalatok éljenek meg a piacon, akkor én a, a vagyok, a vállalatok éljenek meg a piacon, és szedjünk be kevesebb adót. Amellett, hogy uh, ugyanakkor érdemes fenntartania egy olyan kutatási infrastruktúrát, amely egyrészt biztosítja a megfelelő szakember utánpótlást. Én hallottam több olyan kritikát is, hogy a magyar tudományos életben, ez nem tudom mennyire valós, ezért gondoltam, megkérdezem, hogy egy idősebb korosztály megpróbálja a fiatalokat inkább vagy kitúrni, és, és, inkább, inkább ő magukat propagálni, és ez szerinted mennyire jellemző jelenleg Magyarország, hogy inkább ezért akkor elmennek külföldre, hogy ott kamaszodtassák a tudásukat? Van ilyen is olyan is. Tehát egy jó kutató igyekszik a eredményeit viszonylag gyorsan elérni, és a vele dolgozóknak pedig a lehető legjobb lehetőséget biztosítani arra, hogy ők is gyorsan eredményesek legyenek. Át tudják venni időben a stafétabotot. Tehát akkor egészséges egy kutatói rendszer, egy egyetemi rendszer, abban vezetők, azok a pályájuknak a csúcsán lévő emberek, és azok a Idősebb kollégák pedig, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek, ők inkább egyfajta kontrollt, tanácsadást látnak el. A fiatalok dolga az, hogy jöjjenek az ötletekkel, az idősebbek dolga az, hogy azt mondják, hogy az ötlet. Szerintem azért nem jó, mert erre már én is gondoltam tíz évvel ezelőtt, és akkor sem sikerült. Óriási pénzt spórolunk meg, hogyha jön valaki egy nagy ötlettel, és akkor mondja, hogy hát értem, hogy ez, ez most jó ötletnek tűnik, ezt tíz évvel ezelőtt megpróbáltuk, nem működött. Persze az is előfordulhat, hogy tíz évvel ezelőtt valami hibát csináltak, és azért nem működött is produkál a tudománytörténet, éppen, éppen eleget. Hogy ez Magyarországon nagyobb mértékűe már, mint a fiataloknak a háttérbezorítása és mondjuk az, hogy kihasználása. Ez nehéz megmondani, tapasztaltam én magam is ilyet, már nem személyesen, én nekem, hál' Istennek olyan volt az életem, hogy a akikkel én együtt dolgoztam, nálam idősebb kutatókkal, akik a témavezetőim olyan emberek voltak, akik, akik segítették a munkámat, és nem próbálták az én eredményeimet az ő eredményeiknek föltüntetni. Ez előfordul. Nem hiszem, hogy ez, ez dominás lenne ma Magyarországon, de de előfordul az, hogy nem annyira sikeres kutatók úgy próbálnak sikeresnek föltűnni, hogy a fiatal, hogy pozíciót szereznek, és a fiatalabbak eredményeit azt részben, vagy ne Isten egészben sajátjuknak tekintik, és így próbálnak előre jutni. Van egy híres anekdóta, nem akarom megbántani az intézményt, ami néhány fiatal ember föltalál valamit, leírják egy publikációban, és hát az a szabály, ezt be kell mutatni a főnöknek, aki úgymond jóvá hagyja, vagy megnézi. És mondja, ó, milyen jó egy kis eredmény ez, és hát odaírja előre a nevét, és akkor ez így megy föl a, egészen a legfőbb főnökig, és hát a legfőbb főnök is elolvas, jó, milyen jó kis eredmény ez. Odaírja az elsőnek a nevét, majd azt mondja, miért van ezen ilyen sok szerző, és lehúzza az utolsó négyet. Tehát keringenek ilyen történetek, és elő is fordul a magyar rendszer abban az értelemben ad erre lehetőséget, hogy nincs elég jó versenyfinanszírozási rendszerünk. Sokat dolgoztam ezen, már 2001-ben létrehoztunk egy ilyen versenypályázati rendszert, és aztán ugye így működött a Országos Tudományos Kutatási Alapprogram, és így, működött a, így működtek a kutatási témapályázatok is. Ott is láttam ilyen tendenciát, és ezért is volt az, hogy ugyanúgy, ahogy más országokban is van, külön választottuk a fiatalabb korosztálynak szóló pályázatokat és az idősebb korosztálynak szóló pályázatokat, mert azt láttam, hogy a fiatalabb korosztály pályázóinak a nyerési aránya szignifikánsan nagyobb volt, vagy kisebb volt, mint az idősebbek nyerési aránya. És hát nem is könnyű összehasonlítani egy 40 éves kutatói múltal rendelkező kutató eredményeit egy 20 éves vagy 10 éves múltal rendelkező kutató eredményeivel. Ez, ez egy fontos kutatásfinanszírozási feladat, hogy különböző korosztályokat egymás között versenyeztessük, és akkor sokkal eh, igazságosabb vagy sokkal eh, jobb eredmények születnek, már az ország szempontjából is jobb eredmények születnek. És szerinted a magyar tudományos életet még mivel lehetne ugye felpesdíteni, vagy van -e esetleg pár olyan egyszerűbb mozzanat, amivel ezt szignifikánsan meg lehetne javítani? Hát itt bele kell menni a politikába, mert Magyarországon a politika 2018 után olyan mértékben belenyúlt a magyar tudományos életbe, ami, ami példátlan és nagyon nagy mértékben visszaveti a e, tudományos életet. A tudományos életnek, ahogyan a művészet életnek is, alapvető eleme a szabadság és az autonómia. Intézménye autonómiának a visszaállítása az egy, az egy alapvető feladat. A tudományos életben a kutatásra vonatkozó döntéseket, az a, már a konkrét projektekre vonatkozó döntéseket, ezt a kutatóknak kell meghozni. Ez a világban mindenütt így van, és nyilván nem véletlenül van így a világban, és nyilván nem véletlenül a legeredményesebbek azok az országok, ahol ez, ez a lehető legtávolabb van a politikai döntéshozataltól. A világ kinyílt, ha azt nézzük, hogy a leg tehetségesebb, legeredményesebb kutatók ma nagyon könnyen találnak állást Európában, sőt Európán kívül is, De akkor be kell látnunk azt, hogy egy meglehetősen differenciált és a jelenleginél sokkal magasabb béreket kell biztosítani az Egyesült Államokban, a igazán kiemelkedő emberek jövedelme lényegesen nagyobb, mint a egyébként jó kutatók, de nem világszinten kiemelkedő emberek esetében. Ezt Magyarországon is meg lehet csinálni. Én tettem is rá kísérletet, két kísérletet is, egyet az akadémiánál, egyet pedig a Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt vezettem. Magyarországon ki lehet emelni 10-20-30 olyan kutatócsoportot, amelynek a finanszírozását azt európai szinten lehet megvalósítani, és akkor ebbe, ebbe a kutatócsoportokba egyrészt itt maradnak a legtehetségesebb kutatók, másrészt hozzájuk, jönni fognak külföldről is kutatók. A következő dolog, amikor még elkezdtünk gondolkodni, és amit szerintem veled nagyon jól át lehetne beszélni, ez inkább egy kicsit ilyen filozófikusan, hogy hogyan lehet egy olyan rendszert felépíteni, állami rendszert, ami talán legjobban működik, mert amit én utána olvastam, hogy szerinted akkor a politikába, erkölcsös emberekre van szükség, és akkor elvleg az megoldja a rendszernek a problémáját, vagy mi az, amire szerinted szüksége van ahhoz, hogy ez a rendszer ugye sokkal jobban működjön? Um politikában is szakemberekre van szükség, akik értik, hogy a különböző szakterületek hogyan működnek, és mik annak az adott szakterületnek a legfontosabb kérdései. Egyszerre van szükség egy szakmai megújulásra és egy morális megújulásra. Nem akarok illúziókban élni, hogy egy ideális társadalom mindenki jó, mindenki mindent pontosan megtesz, de hogy a társadalom többségének, annak szakmailag és morálisan rendben lévőnek kell lenni, és az intézményeknek pedig működniük kell anélkül, hogy egy eszetrend centralizáció az megmondaná nekik, hogy hogyan működjenek. Egy példát mondva, ma egy iskola igazgatójának gyakorlatilag semmilyen jogköre nincs, azon kívül, hogy Neki van egy önálló irodája, és nem kell a tanáriban ülnie egész nap. Ezen kívül olyan sok beleszólása az iskola életében nincs. Ez szerintem nagyon nagy butaság és nagyon nagy pazarlás, mert nem használja ki azt, hogy a, lehetne találni egy olyan igazgatót, aki az iskolája érdekében számos újítást vezetve, számos dolgot kipróbál, és a tanári kar számára is inspirációt jelent, hogy megpróbál különböző programokat elindítani, jobbá tenni az oktatást. Tehát nem használjuk ki azt az óriási lehetőséget, ami ott van az emberek Fejében. Utána olvasva, egy ilyen szinte filozófikus szempontból, ugye már az ókori görögöktől kezdve lehet tudni, hogy a demokráciában azért van néhány probléma, ami azért, amit, amit, amit annól leírtak, azok ma is mint előfordulnának. És kicsit olyan, mint a, az, a, az a vicc, amit, hogyha Oroszországban egy gyár, megpróbálják a traktort összerakni, mindig tank lesz belőle. És nekem kicsit elszasomlít, és van néhány ötlet, amire kíváncsi a véleményedre. Mik a törvényhozásba mit szólnál ahhoz, ha mondjuk programkódot is, programkód szerven írnák a, a törvényeket? Hogy a programkód az automatikusan végre is hajtja önmagát, ott nincsenek értelmezési ilyen problémák vagy kérdések. És azt akkor lehetne, mert ugye a programkódot hogyan lehet közösen írni, arra kitaláltuk még a gitában, ott ugye meg lehet használni a kódot, és ott egy csomó olyan problémát megoldottunk már, ami ami lehet, hogy még vinni akár a törvényhozást is. Hogy ez szerinted működőképes lehetne? Érdekes felvetés, azért nem mondom rá, hogy ez lehetséges, mert a törvényeknek általában olyan dolgokat kell szabályozni, az a jövőre vonatkozóak a törvények, nem a múltra. Tehát a, ha meg akarunk oldani egy problémát, amit írjunk egy algoritmust, azt valami korábban tudjuk inkább kipróbálni. Azt, hogy a törvénynek mi a hatása a jövőben és, és a társadalomban, a, az emberek ugye nem úgy működnek, hogy pontosan ki lehetne számítani a, a reakciójukat. Egyes intézkedések és az embereknek a viselkedését, ezt nagyon sok minden befolyásolja. De azt, hogyha a törvények hatását akár ilyen módon is modelleznék, modelleznénk, annak, annak biztos lenne előnye, mert a törvényhozás azért elég bonyolult dolog. Egyszerűnek látszik, de bonyolult, hiszen egy nagyon összetett törvényi környezet van. Ha megváltoztatunk valamit, akkor annak, annak kihatása van a különböző területekre. Az az időszak fölteltően eljön, amikor a hatásvizsgálatot azt, azt, ilyen módon el lehet végezni, és akkor az, az egy érdekes kérdés, és ez gyorsan lefuttatható lenne, és biztos, hogy adna érdekes eredményeket, hogy ha ez a, ezt a változtatást hozzuk, akkor egy adott keretrendszerben az milyen változást hoz. Ha ezt így mozdítjuk el, akkor milyen változást hoz. Hát a nehézség az, hogy a keretrendszer az a társadalomban nem olyan stabil, mint mondjuk a, akár a mert a gazdaság működésében is stabilabb, hát a természetben pedig ez stabil törvények szerint történik. Mert ugye a Githubon már vannak olyan nyílt forráskodó projektek, ami mondjuk több ezer, több milliárd embernek a telefonján fut, az adja ugye mondjuk a ugye meghajtását, tehát hogy ott már nagyon sok mindent ugye kitaláltunk, hogy hogyan lehet úgy megoldani, hogy több ezer ember együtt dolgozik egy hasonló ugye, megoldáson és akkor elvileg itt meg lehetne azt csinálni, hogy uh, ugye itt ilyen púrik request hívják, tehát hogy én írtam valami módosítást, és akkor bedom a közösbe. El lehet rajta kezdeni kommentálni, hozzászólni, és akkor lehet, hogy kell lesz fogadva. Ugye így fel lehet ugye sorolni, mik a problémáim, és akkor ott is ugye az issukat lehet igazából nyitni, és ugye ennek már egészen kialakult, hogy a rendszere van, és akkor itt is, hogy uh, akkor konkrétan a szakpolitikai dolgokról lehetne szerintem vitatkozni. Tehát nem az lenne, hogy ugye egy, egy ember akkor dönt mindenről, hanem akkor konkrétan, hogyha valakinek fáj mondjuk a, nem tudom, a gyermeknevelési kérdés, megnézi azt, és akkor akkor igazából hozzászólni, és így akkor maga a törvénykezés az így kb. mindenki számára ki lenne terjesztve, nem pedig csak ugye néhány, helyen, ugye parlament beletne. Hát nyilván nem mindenki a, azok számára, akik ehhez, a, Érteni, akik ehhez igen. értenek. A, még egyszer mondom, a hatás vizsgálat szempontjából ez biztos, hogy hozzátenne, pillanatnyilag a törvényhozásnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy lényegében nincs hatásvizsgálat. Tehát a, amikor éjszaka 23 óra 59 perckor benyújtanak egy törvényt, másnap ezt megtárgyalják, és harmadnap elfogadják, nyilvánvalóan nem gondolták végig annak minden, minden hatását. Tehát az, amit ez jelent, ez a társadalmi, tehát társadalmi vitának ez egy, ez egy érdekes terepe lehetne, hiszen belobhat akármilyen vad ötletet, és ha az a végeredményt úgy módosítja, hogy nyilvánvalóan rossz, akkor azt lehet mondani, hogy figyelj, át, ezt hagyjuk is, ez, ha fölemelnénk a iskolakötelezettség határát 32 évre, akkor az mutatná, hogy ez hülyeséghez vezet, tehát ez nem jó. Ha levinnénk 14-re, azt is föltetően egy ilyen rendszer megmutatná, hogy az nem jó, mert, mert nagy bajok keletkeznek belőle. Érdekes lenne egy ilyen modellben megnézni, hogy ki jön e a 18 év optimálisra iskolakötelezettség felső határának. Igen, meg a programozásban lehet például csinálni AB tesztelést is, tehát mennyire működne szerinted az, hogy egyik megyében ez lenne a szabály, másik megyében az lenne a szabály, és akkor lehetne mérni ugye a különbségeket, és hogyha valamelyik ugye sokkal jobban produkál, mint a másik, akkor azt általánosan lehetne fogadni. Nem hiszem, hogy ez Magyarországon működni tudna, mert a megyék túl kicsik és heterogénak ahhoz, hogy ez működhessen. Én nekem újra kellett terveznem a úgynevezett Intelligens szakosodási stratégiát 2014-ben. És ott minden megyére kellett készíteni intelligens szakosodási stratégiát. Arra a megyére, amely Khajdubihar megye, van egy nagy egyetem, egy kutatási fejlesztési stratégiát készíteni egészen más dolog, mint Polna megyére, ahol az éve nincs e, ilyen intézmény, vagy Nógrád megyére, ahol nincs ilyen intézmény. Én azt gondolom, hogy magyar egy, egy a törvényeknek e, ugye, azonosnak kell lennie mindenhol, mert ha valaki elköltözik Borsodból Nógrádba, akkor bonyolult, hogyha más... E, törvényekhez kell alkalmazkodni, és nyilván nem arra gondoltál, hogy az egyik megyében jobb oldalon kell közlekedni, a másik oldalon, de még kisebb változások is jelentős dolgokat okozhatnak, jelentős problémákat okozhatnak. Én ennek egy másik oldalát vettem föl, hogy az önkormányzatoknak visszaadott jogköröknél a különböző önkormányzatok, tervezhetnének különböző módon, és akkor kiderül, még az is kiderülne, hogyha ezt modellezik, adott esetben jogszabályát teszik, akkor az egyik az jobban működik, mint a másik, plusz a, adott, a, helyi adottságok megint csak ebbe a rendszerbe esetleg bevihetők, hiszen a kereteket, a keretek azok mások. Tehát a, van a, nyilván a konkrét döntések, meg vannak a keretek, tehát hiába próbálnánk hatalmas szőlőbirtokokat létesíteni az alpokban, az nyilván nem működne. Helyi adottságokhoz való alkalmazkodást azt, azt is tesztelheti egy, egy ilyen rendszer, de azt gondolom, hogy egy országon belül törvényeknek azonosnak kell lennie. Egy-egy megyében persze a lehetnek különbözőek a szabályok, vagy egy-egy városban lehetnek különbözőek a, a helyi ö, dolgokra vonatkozó rendelkezések. És akkor azt szerinted nem működhetne, hogy nem szabad szavasan lennének megírva a törvények, hanem konkrétan programkódszerűen lennének megírva, mert például a blockchainben már vannak olyan kis mini programkódok, amiket az ember be tud rakni, és ha valami bekövetkezik, autósan elvégezünk egy utalást. Tehát ott már konkrétan bizonyos, mint egy ilyen szabályok vagy szerződések, rendesen programkóddal vannak megírva, és ez szerinted mennyire működhetne, hogy egy törvény is így lenne megírva? Nem tudom megítélni. A blockchainhez nem értek annyira, törvényhozáshoz sem értek, nem vagyok kodifikátor. A törvények azok nem automatikusan alkalmazódnak, hanem emberek alkalmazzák őket, tehát azt is figyelembe kell venni, hogy az emberek érteni kell, hogy a törvényt, azt hogyan kell alkalmazni. Most nem csak az igazságszolgáltatásra gondolok, ott is gyakran nehézséget, hogy most akkor ezt pontosan hogyan kell alkalmazni, de hát a igazgatásban, a törvényi hierarchiában vannak ugye a törvények, és vannak az alsó rendű jogszabályok, kormányrendelet, miniszterelnöki rendelet, Nemzeti Bank elnökének rendelete, és aztán vannak a közjogi szabályozó eszközök, amelyek ilyen nagyjából a szervezeti és működési szabályzatok. Ezeknek a koherenciájának a vizsgálatára például biztos érdekes lenne egy ilyen összehasonlítás, hogy hogyan hogyan tesz koherensi egy ilyen jogszabályi hierarchiát egy így megírt, megalkotott törvényi rendszer és, egy, és, a jelenlegi, amiben van nagyon sok inkonzisztencia. Ez, ez ugye a törvényhozás rész, ugye három, három pillér van, van a végrehajtás. A végrehajtásban Például, hogyha a, ez kérdés, hogy be -e tiltani például a készpénzt szerinted, mert a be lehetne tiltani a készpénzt, akkor a legtöbb dolgot lehetne automatizálni. Tehát onnantól kezdve szerinted nem is kéne úgymond adót bevallani, hanem meg lehetne csinálni, hogyha egy cég utál egy magánszemély számára mondjuk pénzt, az állam autósan levonja az adót, és el van intézve, nem kellett bevallani, nem is lehet elcsalni, és akkor nem is kell érte fenntartani egy napot. Én ez egy kicsit uh, madácsi, az <hállt> ember tragédia. <hállt> <hállt> Nem lehetetlen, de a megvalósításnak az üteme az, az nagyon nagy mértékben függ az ország képességétől. Észtországban nem tiltották be a készpénzt, és nem is gondolom, hogy be kellene tiltani a készpénzt, de Észtországban szerintem nagyon kevesen használnak készpénzt, és papírt kötegeket is keveset használnak. Azt látom, hogy ebben meglehetősen lassan haladunk, és a készpénz kivonással is úgy tudunk haladni, hogyha egyrészt a digitális technológia az teljesen általánossá válik, másrészt ennek megfelelően a különböző ügymeneteknek a kezelése is digitálisan történik, és ez a kettő össze van kapcsolva. Például a pénztárgépeknek a naphoz való bekötés, azt szerintem ez egy nagyon jó intézkedés. Nagyon sokat javított az adómorálon, és nagyon sokat javított azon, hogy minden egyszerűbbé válik. De hát nyilván ehhez, ehhez idő kell, hogy ezt, ezt meg lehessen valósítani. De akkor nem lenne érdemes csak úgy betélteni a készpénzet? Nem. A következő meg ugye az igazságszolgáltatás, és ott bennem az merült fel, hogy a néhány millió forint alatti mondjuk ilyen szerződésekén kötelmi jogba, az Magyarországon szinte al alig lehet behajtani. Tehát egyszerűen nem is érdemes pert indítani, mert olyan hosszú ideig el elhúzódik az egész, és Például az Uber meg az Airbnb erre egy ilyen értékelési módszert fejlesztett ki, ami alapján igazából nem is szükséges szerződést kötni igazából, mert tudod, hogy az a, az a, az a szolgáltatás olyan minőségű lesz, vagy sem. És itt gondoltam végig, hogy a Uber meg a taxi között szerintem ez az alapvető különbség, hogy a taxinál mindent ugye törvényben nagyon pontosan próbálunk szabályozni, hogy akkor milyen színű kell legyen az autó, mikor rajta legyen, milyen matricát, Tehát az utolsó szögig mindent szabályozni kell. De ettől függetlenül azért még mindig van olyan, olyan taxis, aki ugye, hát nem tudom, lehúzza a nem tudom, külföldi utasokat. Az Ubernél meg ugye van egy általános értékelés, hogy mindenki tudja mindenkit értékelni, és az alapján nem kell semmit se igazából olyan törvények nagyon leszabályozni, mert ilyen szempontból a piac is olyan szabályozó. Hogy Ilyen szempontból szerinted meg lehetne azt csinálni, hogy a kötelmi jogba is egy kicsit ezt belebehozni, hogy a, a alacsony értékű szerződéseknél ez inkább elterüljön ilyen, ilyen formában. alacsonyértékű alacsony értékű szerződéseknek a kezelésében, ha azok a szerződések egyfajta digitális felületen történnének, akkor, akkor ez a dolog gyakorlatilag magától megoldódik, mert Inkább arra gondolom, hogy a felek tudják a, szerződés végén értékelni, hogy az ügyjel mennyire voltak megelégedve. És ha látom, hogy az a céggel nagyon-nagyon sokan nem voltak megelégedve, nem fog fel szerződést kötni. Ha nagyon sokan meg voltak fel elégedve, akkor nem is kell igazából a szerződést kötni, mert várhatom azt, hogy igazából az, az jó lesz a minősége. Mert az Ubernél is ugye én tudom értékelni mondjuk az utazásomat, és hogyha nagyon-nagyon rossz volt, akkor senki nem fog abba az autóba utána beleülni. És ugye akkor nem kell annyira leszabályozni, meg, meg, meg szerződéseket kötni. Hosszú távon ez is e megoldható röviden, biztos nem, mert a Uber képes működni a nagyvárosokban, kisebb helyeken azért nem nagyon tud működni az Uber se, és a más ilyen közösségi szolgáltatások sem, mert az embereknek hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy ebben, ezekben a rendszerekben megbízhatnak. Tehát én elnézem a nagy áruházakban az asszák. Nál. Látom, hogy egyre egy több automatakassza van, de az üzletek is úgy csinálják, hogy hát nagy fenakadás ne legyen, mert, mert, van az emberekben egyfajta idegenkedés ezektől az automata kasszáktól. Tehát itt is azt, hogy megbízhatok abban, hogyha átutalok, átutalódik, mindez, hogy mondjuk 50 euró arra a szálláshelyre, akkor amikor megérkezem, akkor az ott is lesz. Vagy eh, ha megrendelek eh, akármit, és azt kifizetem, akkor azt eh, fogom kapni, anélkül, hogy ezt hosszú szerződésben eh, rögzítenénk. En, en, ez, ebbe az irányba haladunk abban az értelemben, hogy eh, a részben a pandémia miatt, részben egyébként is sok mindent vásárolok uh, a interneten. Um, ma még elküldenek hosszú szerződéseket, és ott van a szerződés pici betűkkel leírva, hogy uh, mi mindent kell teljesíteni, és csak akkor rendelhetem meg, hogyha azt kipipálom. Ugye senki nem gondolja, hogy uh, amikor veszek egy uh, csiptetős mikrofont, vagy egy, egy fülhallgatót, akkor elolvastam a nyolc oldalas szerződést. Tehát amikor a társadalom eljut oda, hogy egy ilyen nyolc oldalas szerződés nélkül is megrendeli, és aztán attól rendeli, akinél azt látja, hogy milyen az értékelés, akkor el fogunk oda jutni. De ez, ez is egy folyamat az embereknek, bizalmát ez iránt, a dolog iránt, meg kell, hogy erősödjön az emberek bizalma ez iránt, a dolog iránt. Ha nem erősödik meg a bizalmunk, akkor, akkor továbbra is azt el fognak menni a boltba, és ott fogják megvenni a csípőfogót, mert azt gondolja, hogy ezt megfogom a kezembe, fogom, és ott az, az, az jó. Még a másikat azt ö, esetleg nem hiszi el, hogy azt azt a, azt a szolgáltatást kapja meg azért a szerződésen. És az igazságszolgáltatásban szerinted a bíróság, vagy esküdszéki döntéshozatal, ami, 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 jobb. Csak azért, mert a, a, a esküdszékkel meg lehetne azt csinálni, hogy e, ha van, van valami döntési kényszer, akkor azt szét lehetne küldeni mondjuk három random embernek, öt random embernek, és sokkal jobban fel lehetne pörgetni a, a bíróság ügyeit ítéleteket. A, jelenlegi rendszert azt ugye nem feltétlenül lehetne sokkal jobban felpörgetni. Nem gondolom, hogy a, e országon átérnének az esküdszéki, vagy random módon szétküldött igazságszolgáltatási eljárásra. Megint csak megszokás az nagyon nagy úr, tehát a változtatni változtatni nagyon nehéz. Egyszer idézték is tőlem ezt a Machiavelli-től a, a herceg, azt hiszem, bocsánat, a fejedelem, a könyvében van az, hogy aki változtatni akar, azok, akik a régi rendszerben jó jártak, azok minden erővel küzdeni fognak a változások ellen. Azok pedig, akik esetleg jobban járnak az új rendszerben, azoktól csak langy, meleg támogatást fog kapni. És aztán kis pikirtkedtek azzal, hogy az akadémia volt elnöke a Machiavellet idézi. Hát elég nagy tapasztalata volt abban, hogy változásokat hogy lehet keresztülvinni. Nehéz a változásokat keresztülvinni. Tehát akkor elvileg, mert így végig gondolva ez, ezzel lehetne akár teljesen a egész a jog, jog, jogi jogászkodást, igazából a könyvelést, meg akár egész politikát így teljesen átdigitalizálni és algoritmizálni, viszont akkor szerintem a legnagyobb akadály ennek inkább a megszokás lenne az akadálya, és akkor azért nem lehetne ebben nagyon nagy erővel elmozdulni, mert a legtöbb ember ebben nem, nem, igazán bízna, nem igazán hinne, vagy nem igazán fogadna el. Azért nem lehet gyorsan megcsinálni, mert az emberek nem értik, és, ami, ami, és, és nem bíznak benne. Ez a kettő összefügg egymással, amit az ember nem ért abban. Nagyon nehezen bízik meg, legalábbis az a tapasztalatom, hogyha az ember azt látja, hogy valami hogy működik, azt könnyebben elfogadja, mint azt, amit, amit, nem ért át igazán. És ugye az egész digitalizációnak, a, blockchainnek a problémája az ebben a többsége nem érti. Ezért azt mondja, hogy hát mit jelent ez, hogy most, most, most akkor mi történt, hol van az ő pénze legyünk reálisak. Az emberek jelentős része azt hiszi, hogy a pénze a bankban van. Tehát, hogy ő ott befizette a pénz, és ott van valahol a bankban. És ez ugye nem biztos, nem, nem tudok ilyen felmérésről, érdekes, érdekes szociológiai felmérés lenne. hogy hány ember gondolja azt, hogy az ő pénze az ott van a bankban. Ott a, a bank működés alap szabálya, hogy azt kiegyensúlyozni, hogy a bankban egyáltalán Az lenne a tökéletes bankrendszer, hol a bankban az adott pillanatban egy fillér sincs, mert olyan rugalmasan tudja mozgatni az egész rendszert, hogyha valahova pénz kell, akkor azt, azt valahonnan oda tudja vinni, de magában nem kihelyezett hitelformájában nem nincs ott a betétesek pénze, mert ha a betétesek pénze nem kit helyezett hitel formájában lenne a bank, akkor ott, ott, ott nagy baj lenne belőle, de kíváncsi lennék, hogy hányan vannak, hogy, hogy hány százalék, azok ki úgy gondolja, hogy a bankban ott van a pénz, és ugye a bank pánikokat az okozza, hogy az emberek azt hiszik, hogy ott van a bankban a pénz, és hál' Istennek Magyarországon már elég régen volt ilyen. A postabank esete volt, amikor az emberek álltak a bank előtt, a, a az egész bankrendszer pedig remegett, hogy most akkor mi az ördögöt fogunk csinálni, hogyha az sok ember hazaviszi a pénzét, akkor a, 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 mi, történik a, mi történik a rendszerrel. Az utolsó három kérdés meg az lenne, hogy mi, mi, hogyan lesz valakiből sikeres kutató szerinted? Kell hozzá egy fajta Különleges érdeklődés a, a világ dolga iránt. Tehát vannak emberek, akik minden érdekli őket, az az első, hogy megnézi, szétszedi. Ha gyerekek kezébe játékokat adunk, vannak, akik azonnal szétszedi minden részét, megnézi. Tehát kell ez a fajta érdeklődés. Kell az, hogy jó helyen legyen. Tehát em, ezt... Ezt nevezhetjük szerencsének is. Nagyon-nagyon kiváló. El lehetne végezni ilyen kísérletet, nem végzünk ilyen kísérletet, nem emberkísérlet lenne igazából véve, de ugyan, olyan tehetséggel, szorgalommal öm, dolgozó emberek nem sikeresek, mert olyan területtel foglalkoznak, ami ami nincs az érdeklődés középpontjában. Tehát a tudományban is van divat, nem biztos, hogy szeretik ha a tudományan foglalkozók, az ember divatnak nevezi, de mégiscsak vannak olyan területek, amelyek az adott pillanatban jobban az érdeklődés középpontjában állnak, és hogyha valaki egy ilyen területen dolgozik fiatal korában, akkor könnyen ki tud ugrani, tehát ez, ez nagyon fontos. És nagyon fontos az, hogy legyen benne egy nagyon erős, következetes munkára való képesség. A nélkül általában nehéz eredményt elérni. És hát az igazán nagy eredmények azok mindig a különleges intuícióval rendelkező emberek fejében születtek meg, vagy ők. Alkották meg ezeket a nagy áttöréseket. A kutatásoknak a döntő többsége, százalékot szándékosan nem mondok, mert megint csak harag lenne belőle, de nagyon nagy százaléka az igazából véve rutin munka. Megmérik ezt, megmérik azt, megmérik azt, és összehasonlítják az elméletet, azt akkor kicsit különbözik, akkor javítanak még az elméleten, és itt tovább, és itt tovább. De a nagy, igazán nagy áttörések, azok, azok ilyen különleges intuícióból megállott emberektől származnak. Ez, ez igazából véve egyfajta ilyen de művészettel rokon dolog, hogy valaki meglássa azt, amit sokan mások néznek, de, de nem, látják, meg nem veszik észre. Az, hogy Max Planck miért gondolta azt, hogy hogy jött rá arra, nem, ez nem jó szó, hogy rájött, inkább az volt, hogy volt egy ilyen intuíciója, hogy a feketetes sugárzásnál, vagy sugárzásnál van egy legkisebb energiaadag, amit, amit átad a energia átadásnál, aminél kevesebbet nem tud átadni. Ha, ha, akkor nem történik energia átadás. Most ez a 20. századi fizika egyik legnagyobb felismerése. Ez nem olyan, amire úgy rá lehet jönni, hogy az ember ül sokat és sokat-sokat dolgozik. Ehhez, ehhez kell, egy, kell egy intuíció, Isteni szikra, sok minden szót használnak erre, de az igazi nagy eredmények, azok, azok így születnek meg. A kisebb eredmények is, tehát a, a kutatók, akik emlékeznek életükben azokra a pillanatokra, amikor, amikor valamire rájött, az én nem tudom, kinek az életében mennyi ilyen van, attól is függ, mennyire őszinte az illető, kevés olyan dolog van, amire az ömör, hogy, hogy emlékszik, hogy na, ez, ez akkor úrod, hogy te jó Isten, akkor ezt itt most így csináltuk, de ez nem így van. Nyilván, aki nem gondolkodik ezen, hogyha plank nem azon töprengett volna, hogy, hogy az ördögben lehet az, hogy a fekete sugárzásának az eloszlása ilyen, és az elmélet pedig egészen mást ad. Nyilván sokat gondolkodott ezen, de hogy rájöttél arra, az, az az ő különleges kreativitását mutatja. A másik kérdés meg, hogy mesélted egyik interjúban, hogy, hogy te van valami jó történetet, hogy esetleg meg tudnád <hály> Sok jó történetem van Telleredéről. Melyiket osztom meg az egyik. A hát, Többet is meg lehet. Ja. A Debrecenben volt, hogy mit tesz a a jó debattőrség. Debrecenben volt, és előadást tartott. Hát, igazából véve egy ilyen visszaemlékező előadás volt. És ugye Tellert sokan nem szerették, azért ezt tegyük hozzá, Egyrészt, mert szókimondó ember volt, másrészt a szerepe a tomfegyver kifejlesztésénél, nukleáris fegyver, rám szólna, ha itt ülne, hogy nukleáris fegyver. Előadás után lehetett kérdezni, és bejöttek valamilyen aktivisták, akik egy ilyen nagy A4-es lapon egy nagy zöld hangja volt fölrajzolva, Jelentkeztek többen, kérdeztek, hogy a rendezők próbálták elkerülni, hogy ezek a magukat ilyen módon megjelölő emberek kérdezzenek, de Teller nem hagyta magát, és leintette a illetőt, aki moderálta ezt az egész beszélgetést, és mondta, rámutatott az egyik fiatalember, hogy ezt kérdezzen. mire ő elkezdte mondani a mondandóját. Mondta, 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 majd egy körülbelül fél perc után teller azt mondta neki, hogy ne szavaljon, kérdezzen. <laughs> ezzel teljes mértett a teremben harsány nevetést tört ki, és a fiatal ember nem tud más csinálni, mint kérdezett valamit, amire Teller válaszolt neki. Kiváló koponya uh, volt uh, abban az értelemben, hogy egy másik történet. Debrecenben uh, ebédeltünk, és egy kiváló matematikus kolléga kérdezte tőle, hogy ismeri-e ő Erdős Pált, mondta Teller, hogy nem, ki az. A kolléga elmondta neki, hogy Erdős Pál hány emberrel dolgozott együtt, milyen sok cikket írt, hányan hivatkoztak rá. Teller mondja, hogy na jó, de mit csinált? A kolléga ismét elmondta, hogy mennyi cikket írt, hányan hivatkoztak rá, és akkor Teller megkérdezte, na jó, de mit csinált? És akkor én mondom a kollégának, hogy te neki egy Tételt, híres matematikai tételt, hogy valamit, mert az, hogy hány cikket írt, meg hányan hivatkoztak, hát az őt nem érdekli egyáltalán. És akkor a matematikus kolléga mondott egy matematikai tételt, egy ilyen számelméleti tételt, mire elgondolkodott, és azt mondja, hogy hát ez számítógéppel akármilyen nagy számra be lehet bizonyítani. És mondja a hogy hát be is bizonyították, és kérdezett el, hogy milyen, milyen nagyra vagy hogy 10 az ötvenedikre. Te elgondolkodik, és azt mondja, Tű, az elég, mert az több, mint a hány atom van a világ <laughs> Tehát olyan élesen vágott az esze, még e, ilyen idős korában is. Ugyanakkor pedig voltak e, dolgok, amikre e, közelmúltbeli eseményekre emlékezett a második a Debreceni látogatásánál. Gyakorlatilag ugyanazon a helyen ültünk, ugyanazon a helyen szintén ebédnél odafordul hozzám, és azt mondja, hogy te azt mondják, hogy én voltam itt már szemben én erre egyáltalán nem emlékszem. Hát, professzor úr voltál, körülbelül két éve voltál, de azt mondja, én egyáltalán nem emlékszem rá. Majd öt perc múlva egy másik beszélgetésben azt mondja, hogy amikor 35-ben a Jenővel álltunk Berlinben az ilyen és ilyen utca sarkán, és arról beszéltünk, hogy, és elcsodálkozott az, hogy milyen csodálatos az emberi elme, hogy arra, hogy Wigner Jenővel 30-as években Berlinben miről beszélgetett, az arra mennyire emlékszik erre a, hát az ő életében nyilván túl jelentős dologra, hogy Debrecenben volt két évvel az előtt, arra pedig az utolsó kérdés meg az lenne, hogy az atomfizikával ugye foglalkoztál az a kutatási területed, és hogy egy pár gondolatot meg tudsz-e osztani, hogy ez a valós életben, hogyha valaki vájfülű hallgat minket, akkor az, az mire jó, vagy hol lehet használni? Minden, ami a mindennapi életben körülvesz minket, az az atomoknak a átrendeződése. Tehát a kémia az valójában az atomok egymáshoz kapcsolódása. Tehát az, hogy amikor elégetjük a fát vagy a szenet, a, és melegszünk mellette, az is a atomfizika, hiszen a szén és az oxigénből létrejön a széndiokszid, jó esetben széndiokszid, rosszabb esetben szénmonoxid molekula. Ezért az atomoknak, azoknak a tulajdonságainak a megismerése, ami Lehetővé tette azt, hogy a kémia olyan mértékben fejlődjön, amilyen mértékben fejlődött, és olyan eredményeket érjen el, amilyen eredményeket elért. Ennek jelentős része azon alapul, hogy nagyon pontosan ismerjük az atomok tulajdonságait. Ezt az teszi lehetővé, hogy az elektromos kölcsönhatás az szigorúan. Inverz négyzetes, ami azt jelenti, hogy szigorúan a távolság négyzetével csökken a két elektromos töltő és közötti kölcsönhatás, és azon, hogy létezik pozitív és negatív töltés, és ez képes stabil atomokat létrehozni. Stabil atomok nélkül nem léteznénk, mert a minden, ami itt körülvesz minket, az, az atomokból épül föl. Azok a berendezések, amelyeket a mindennapokban használunk, a mikrohullámú sütőtől kezdve a mágneses rezonancia berendezésekig, ez, ezek mind abból jöttek létre, hogy az atomok tulajdonságait vizsgáló kutatók rájöttek, hogy mire, mi mindenre használható föl a tanítottam, hallgatóknak sokszor megkérdeztem, hogy szokták betenni biztos a teát vagy a vizet a mikrohullámos ütőbe, és hát miért melegíti föl a mikrohullámos ütő a, a, a vizet? Tehát azt az ember a mindennapokban megtapasztalja, hogy a tüzet rak a kályhában, és jó lobog a tűz a kájha lapja meleg, nem szabad megfogni, mert ez egyébként megsüti a kezét. Na de miért melegszik föl a mikrohullámú sütőben a víz mi teszi lehetővé, hogy ez, fölmelegedjen, és nagyon érdekes, hogy a hallgatóknak nagyon kis része tudja, hogy ez ennek annyi alapja van, hogy a víz molekulának, annak van egy nagyon kis elektromos dipólus momentuma, és ezt a ez az elektromágnis és tér, ezt változtatni, mozgatni tudja, és ezen alapul az egész, hogy a mikrolámusütő föl tudja melegíteni, főképp azokat a tárgyakat, amikben víz van. Az, hogy a körülöttünk lévő világban a jelenségek hogyan zajlanak le, mi miért van, a klímaváltozásnál mi ez az oxigén, széndiokszid, miért probléma az, hogy széndiokszid sok van a levegőben? Ö, hogyan, ö, mi, mit, mi, az, hogy, ö, hogy fölmelegszik a ö, föld felszíne? Hát azért, mert a besugárzott fénynek a frekvenciája az más, mint a visszasugázott fény frekvenciája, és a besugárzó fény frekvenciád átengedi. A széndiokszid a visszasugázottat nem, hanem azt, azt bent a légkörben, és ezáltal fölmelegszik. Tehát ahhoz, hogy megértsük a körülöttünk lévő világot, ahhoz elsősorban az atomok működését és az atomok felépítését, tulajdonságait kell megértenünk, kölcsönhatását a fényjel. És anélkül, hogy a fizika más területeire bármit mondanék, a, amikor az atomfizika volt a, a kutatások homlokterében terében, az az embereket sokkal jobban érdekelte, mint az, amikor a részecske fizika van a kutatások homlokterében, mert azokról nincsenek mindennapi tapasztalataik, élményeik. Amikor Wilhelm Konrad Röngen felfedezte a röngensugárzást, akkor arról ilyen szalonokban bemutatókat tartottak, mert az embereket annyira érdekelte az, hogy hát bekapcsolnak egy ilyen röngencsövet, akkor az meg egy ilyen üvegcsőben volt, tehát egy üvegcső, amiből kiszívták a levegőt, és az elektronok az egyikből elindultak feszültség a hatásán, a másikból becsapott a sugárzás keletkezett, és hogyha oda tette valaki a kezét, akkor a mögötte lévő ernyőn látszott a kezének az árnyéka, a csontoknak az árnyéka. Ez még, ez még érdekelte az embereket, mert ez be lehetett mutatni azt, hogy hogyan történik a cern a Higgs-pozon megfigyelése. Hát azt majd egy következő három órás podcastban beszéljük meg, de azt nem, ja, hiszem, szívesen. Azt nem hiszem, hogy a hallgatók -e tízezreit fogja vonzani. Még az legutolsó kérdés az, hogy akár téged, akár a szervezeteket, akkor hogyan lehet utol utolérni, követni az interneten? Interneten a Facebook oldalunkon lehet követni az Új Facebook oldalát. Van egy, természetesen egy a web oldalunk, a weboldal, és hát személyesen a különböző tagjainkat most a előválasztáson induló képviselőjelöltjeinket is a, elsősorban a Facebook oldalukon lehet követni. Ugyanúgy, mint nagyon sok minden, a politika is eléggé átköltözött a közösségi médiára. El, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat. Amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, vagy Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en. A következő adásig a viszontlátásra. Sziasztok! Viszontlátásra.